A házuk mögötti kertben és gyümölcsösben Frank és Gail Smith számos zöldséget és gyümölcsöt termesztenek. Van őszi barack, medgy, sárga barack és szilva. A mandarin és a pomelo, ami decemberben érik, szintén ízletesek. Tudják, hogy a szüret minősége nagyban függ a vetéstől. Ezt a leckét a pénzügyi életre vonatkozóan a Bibliából tanulták meg. A Bibliában Isten azt mondja, hogy próbáljuk meg őt. Egy biblia idézet, a Malakiás 3:10 gyakorolt rám nagy hatást, miszerint próbáljatok meg engem, azt mondja a seregek ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. Elhatározták, hogy kifizetik a közel 37 millió forintnyi adósságukat, és adósságmentesen fognak élni. Többféle módon adósodtunk el. Átlagos amerikai családként próbáltunk túljutni a mindennapi élet kihívásain. Hitelünk volt az autón, jelzálog az otthonunkon, amelyek egyre nagyobb terhet jelentettek. Elkezdték Isten pénzügyekkel kapcsolatos útmutatásait követni, törleszteni az adósságot, csökkenteni kiadásaikat és adakozni. Ki tudtunk fizetni 37 millió forintnyi adósságot, és minden addiginál többet adakozni. Később elkezdtek a CBN-nek is adományt küldeni. Nagyon tetszenek nekünk a CBN különböző tevékenységei, beleértve a 700-as klubot is. Bármilyen katasztrófáról is legyen szó, az Operation Blessing ott van és segít. Olyan területeken, ahova mi nem tudnánk eljutni. 2008-ban Frank és Gail kifejlesztettek egy olyan növénytápot, amit mára már szinte minden államban értékesítenek. A Shake and Grow nevet Isten inspirálta. Egy éjszaka spontán pattant ki a fejemből. Az idejében megtízszereződtek az eladásaink. Izgatottak vagyunk, hogy Istennek mi a célja, hogyan tudjuk megáldani a farmereket világszerte ezzel a termékkel. Ezt az 500 kilós tököt is a táp segítségével termesztették. Pénzügyi sikereiket örömmel osztják meg 4 gyermekükkel és 6 unokájukkal is. Ezen bőséges gyümölcsök Istentől és hűséges adakozásukból származnak. Nagyon hálásak vagyunk azért, amit Isten végez, és nem tudom elképzelni az életünket nélküle. Benne fogunk bízni, ő pedig azt mondja, hogy próbáljátok meg engem, hogy hűséges maradok-e beszédemhez. I'm not going to be faithful and do what I say.